Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Sajnos az idei évben az időjárás beárnyékolta az ünnepet, a szabadtéri állami ünnepségeket lemondták. Kartalon a Művelődési Házban tartották a megemlékezést. Nekünk már megadatott, hogy szabadon ünnepelhetünk, emlékezhetünk. Egészen kicsi korunktól kezdve minden évben előkerül a kokárda, az óvodában a rajzlap, a hurkapálcika, a piros-fehér-zöld szeruza, a zsírkréta, az általános iskolában a nemzeti dal, a középiskolában pedig a történelemkönyvek, a lexikonok. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem kiemelkedő eseménye volt. Ránk figyelt Európa, és a márciusi ifjak bátorsága példát mutatott más népeknek is. Példát a hit és az akarat erejével, amint ezekről napokról Kossuth Lajos mondta. Velünk volt az Isten és az igazság. A ma embere is erőt meríthet tetteikből, és felnézhet áldozatkészségükre, hiszen a történelem menetét a mindennapi emberi cselekedetek sokszor a hétköznapok csatái viszik előrébb. Az eseményen beszédet mondott Vécsei László országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország bármely területén járva a forradalom eseményei felsejlenek. Mégis a Galgamente az a vidék, ahol az emlékek erőteljesen jelen vannak. Talán azért is, mert Petőfit több szál is ide kötötte. Az emlékezés pedig nem más, mint találkozás a történelemmel. A történelmünknek ez a folyamatossága, ahogyan megéljük, ahogyan találkozunk a nagy események tanúival, emlékeivel, ez megerősíti bennünk a hitet, hogy folyamatosság van, hogy az elődeink nyomdokain haladunk, és ha helyesen tesszük ezt, akkor azt hiszem, hogy akár elégedettek is lehetünk az idő folyásával. Kortársak, a benne élők számára szükség volt a márciusi ifjak hihetetlen lendületére, és ők úgy élték meg, a történelmünk is így írja meg, hogy az ő lelkesedésük a reformországgyűlések eredményei nyomán áttört egy falat. Áttört egy falat, és szinte pillanatok alatt viharos sebességgel következtek az eredmények. Beértek azok az eredmények, amelyeket a reformországgyűlés törekvései már érleltek. Ezek a fiatalok megérezték a kor szellemét. Megérezték azt, hogy mi történik a világban. Fölbátorodtak nem is kevéssé az itáliai eseményeken, a párizsi eseményeken. Talán az utolsó lökést adta meg számukra a bécsi forradalom híre. Az egész történés sorból, abból, ami körülöttük a világban folyt, megértettek egy nagyon-nagyon fontos és az egész nemzetünk számára örök tanulságú szolgáló dolgot, nevezetesen azt, hogy ha mi nem állunk ki magunkért, akkor mi helyettünk, értünk, senki nem fog kiállni. Nekünk magunknak kell kiállnunk magunkért. Ennek a forradalmi lendületnek a nyomán az uralkodó napok alatt jóvá hagyta az úgynevezett áprilisi törvényeket, és az áprilisi törvények óriási jelentőségűek voltak. Az áprilisi törvények lényegében néhány hét alatt véget vetettek Magyarország feudális korszakának, lényegében néhány hét alatt megnyitották az utat a polgári, modern európai fejlődés lehetősége előtt Magyarországon. Ha más megközelítésben próbáljuk ezek jelentőségét értékelni, akkor talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy a Szent Korona tagsága kibővült, jelentősen kibővült. A Szent Korona tagjaivá fogadta ebben az időszakban néhány hét alatt a magyar nemzet nagy-nagy többségét. És tisztelt ünneplő kartai közönség, milyen bölcs a teremtő? Mert nem engedi, hogy a jövőbe lássunk. Ha jövőbe láthatnánk,
az minden cselekvésünket elpusztítaná, értelmetlenné tenné. De mivel rejtve marad előttünk a jövendő, így a hitünk mindig megújulhat. Nem csak sötét korszakokban, mikor nagyon nagy szükség van rá, de manapság is az éledező reménység idején hihetjük, mint Petőfiék 165 évvel ezelőtt, hogy lesz jövőnk, és a jövőnk olyan lesz, amilyenné mi magunk formáljuk. Újjáélethet a reményünk, és lankadatlan hittel vallhatjuk Széchenyivel, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Lesz, mert 48-hoz méltón ma ismét milliók hűsége és kitartása táplálja egymásban a bátorságot, hogy ne hagyjuk magunkat. Lesz, mert 165 év után nem kell lehajtott fővel kerülnünk a forradalmárok kérdő tekintetét. Emelt fővel a szemükbe nézve jelenthetjük, hogy előrébb jutottunk. Ha a 12 pontot végignézzük, azokból jó néhányra büszkén tekinthetünk, olyanokra, amelyeket akkoriban sajnos nem sikerült megvalósítani. Csak hármat említenénk, van nemzeti őrseregünk. Van nemzeti bankunk. És megvalósult a 12. pont is, az Unió. Az Unió, és nem csak Erdéllyel, hanem mindannyiunk előtt ismert, a határokon átívelő nemzetegyesítés keretében lényegében minden belső Magyarországtól elszakított nemzetrészünk és nemzettestünk egyesülhet ebben a folyamatban. Ismét mindannyian együtt lehetünk, akik a magyar nemzet tagjának valljuk magunkat. Nem véletlen, hogy manapság nagyon sok településen, intézményekben előkerül a székely zászló, és a székely zászlót, mint egy az elszakított nemzettestek jelképeként egyre több helyütt használjuk. Tudjuk, hogy a 48-asok példás lelkesedése, hazaszeretete, tenni akarása, eredményei és áldozatai nélkül szegényebbek lennénk, és bizonyosan nem itt tartanánk. Ezért hát ezen a mai szép ünnepen arra kérek mindenkit, hogy tisztelegjünk együtt a magyar szabadság eszményének ünnepén elődeink bátorsága és hősiessége előtt. Az igazi, a tiszta magyar forradalom emléke előtt, melyben milliók mindennapi álhatatos apró munkája, és az a 165 évvel ezelőtti szépséges, magas hőfokon izzó délután a haza szolgálatára egyé forrott. Ha kitekintünk az ablakon, nem szép tavaszt látunk, de tekintsünk el ettől, tekintsünk el a hótól, tekintsünk el attól, hogy nagyon sokan bizonyára nem mertek, nem akartak, nem tudtak kimozdulni ma a házukból. Tudjuk, nagyon sok hely, sok fele elmaradtak ezek az ünnepségek. Én nagyon örülök neki, hogy Kartalon nem maradt el, örülök neki, hogy ennyien itt vagyunk. És azért vagyunk itt, hogy ma is, az idén is világgá kiáltsuk azt, ami jelmondata és célkitűzése volt a 48-as forradalomnak és szabadságharcnak. Éljen a magyar szabadság! Az ünnepi műsoron közreműködött a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, a Kartali Asszonykórus, verset mondott Bratkovics Enikő és Sűrés Melinda, trombitán játszott Sári Szabolcs, valamint a Játéksziget napközi otthonos óvoda Sárgarigó csoportja is fellépett. Váczent Lászlón az Arany János Művöldési Ház és Könyvtár adott helyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére adott ünnepségnek. Sokszor valá már életedben veszendő, ó, szegény hazám! Tatár, török és német gyilkolt, s haldoklál fényes rabigán.
Mi lesz sorsod a jövőben? Ki tudja azt? Sötét titok. De most, ha rád tekintek, csak sírok, és csak sírhatok. Nem gyáva búe könnyek anyja, haragom sírja azokat, beszélünk hangos, büszke szóval, s hazánk még csak névben szabad, nem csüggedése könnyek anyja. Rajtok tettek villáma ég, versengünk puszta semmiségen, s fölöttünk mind borúsb az ég. Mennyi gúny, győzelmi himnusz harsok körülbe mindenütt, s a vértől megszentelt mezőkre szabadság fényes napja süt. Nekünk-e hang, tán síri dal lesz, s a szent sugár tán búcsú fény. Véres felhőben elhunyó nap, halottak gyászos mezején. Inkább halál, mint gyáva élet, igen, veszünk, ha veszni kell, de küzdjünk, míg csak egy magyar lesz, és vérezzünk dicsően el. Lesz legalább a történetben rólunk egy nagy emlékezet. Egy büszke nép élt meggyalázva, de dicsően halt, mint született. Horváth László Tibor polgármester köszöntötte az egybegyülteket, majd Cservány György államtitkár úr mondott ünnepi beszédet. 1848. március 15-e megítélése tehát a rárakódott dicsőség ellenére is eléggé ellentmondásos. Ellentmondásos és tanulságos. És egy ünnep akkor sajátja egy népnek, ha minden időben hordoz magában jelentést, útmutatást az emlékezőknek. Így állunk mi ma itt, március 15-e emlékével, terhével, kihívó pillantásával, hányaveti válveregetésével. A magyar történelemben 48 óta is előjött nem egyszer a pillanat kihívása, itt az idő, most vagy soha. Emlékezzünk csak, 3 éve újra ez volt a jelszó, és az ország kétharmada megértette. Hol van, mit tesz ma ez a kétharmad? Úgy hiszem, itt áll és várakozik. Várja reményei beteljesülését, várja azt a csodát, amiben 3 éve hinni kezdett, hogy egy csapásra megváltozik itt minden. Azonban nem lehet egy-kettőre rendbehozni hosszú évek rontását. Lépésről lépésre haladva, minden lépcsőfokot meglépve jutunk a magasba. Jól kapaszkodva abba a korlátba, amely biztosan megtart, és amelynek hit a neve. Hit abban, hogy képesek vagyunk kilábalni az eladósodottság, a gazdasági és társadalmi válság békjójából, hogy megmenekülnek a devizahitelesek, az önkormányzatok, hogy megfizethető lesz a rezsi, emelkedhetnek a bérek, a nyugdíjak. 1848-ban néhány fiatalember hite és lelkesedése egy egész országot állított talpra, s ha két világhatalom hadserege nem gázolja le, ki tudja, milyen fejlődés következhetett volna. Akkor egy pár fiatalember hite kellett a nagy tettekhez, ma az ország nagy többsége áll a történések mögött. Akkor még a fegyveres harcot is vállalták a hitükben erős magyarok, ma hitnek kell kitartani, hogy képesek leszünk újra erősek lenni. A folytatásban a Szent László iskola adott versenyzenés ünnepi műsort, valamint a Vád Szent Lászlói férfi nyugdíjas klub népdalcsokrát hallgathatta az ünneplő közönség. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, szép meghalni a hazáért, virtus tenni a magyarságért. Most is halnak és születnek, nem lesz vége a nemzetnek, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Most is halnak és születnek, nem lesz vége a nemzetnek, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
A megemlékezést mindkét településen koszorúzás zárta. A hősök emléke előtt fejet hajtottak a települések vezetői, az intézményvezetők, valamint a meghívott vendégek. A későbbiekben mindkét ünnepséget megtekinthetik teljes terjedelmében a Régió Plus televízió műsorán. Thank you.